Sziasztok mindenkit, üdvözlök! Egy nagyon jó kis videóval jöttem ismételten, amikor kaptam egy konfig tervet, és megint csak olyan volt, mint legtöbbször, hogy abban megérte belenyúlni, viszont ismételten egy olyan példa, amit úgy gondoltam, hogy bemutatok, hiszen ezekkel a videókkal is nagyon jó rálátást tudok nyújtani nektek, hogy mit érdemes figyelni, ráadásul, hogyha van időm még videót készíteni egy ilyen dologból, akkor ti is láthatjátok, hogy milyen konfigot éri meg megvásárolni, hiszen ilyenkor azért bemutatom, hogy milyen összeállítással készülök, ami nem könnyű, hiszen napi szinten tudnak akkor átváltozni az árak, hogy nem igaz, legutóbb a GTX 1060 ára változott egyik napról a másikra gyakorlatilag, és volt is egy privát megkereső, akinek konfigot állítottam össze, mindig aktuálisan kell ezt mindig leszögezem, mert az egy hónappal ezelőtti összeállítása nem biztos, hogy nem lehetne módosítani, és egészen egyszerűen 10.000 forinttal olcsóbban tud most videókártyát venni, hogyha valamelyik üzletbe veszi meg, mint akkor, mikor én elkészítettem neki a tervet. Tehát borzasztó, hogy mennyire változékony dologról van szó, ezért is fontos az, hogy napra készek legyünk a témában. De nézzük az összeállítást. Egy 288.000 forintos gamer PC tervvel kerestek meg, amit az egyik áruházból szemezgettek össze, gyorsan át is futunk rajta, tehát egy Intel Core i5 8600K processzor, egy MSI Z370 Gaming Pro Carbon alaplap 51.369 forintért, ami óriási nagy melléfogás, egy Asus RX 564 GB 71.500 forintért, hát büntetni kellene, aki ennyiért árulja ezt a videókártyát. Ugye a processzor egy hűtőt 10.500 forintért, egy Chieftec 500 watt 80 plusz bronz tápegység 17.616 forintért. Ugye nem fért be egy képbe, másik képen a gépház Cooler Master, Masterbox MB600L, ki tudja milyen kombinációk, lényegében egy Cooler Master gépház. 1x8 GB DDR4 2400 MHz-es RAM, ugye a Ballistix Sport, és egy Western Digital 1 TB-os merevlemez, ugye ez a Black, amit sokaknak eladnak, hogy ezt vegyed, ha gamer gépbe kell, sikerült itt is belecsúszni. Tehát azt mondom, hogy ez az összeállítás így bár kompatibilis, el fog futni, mégis fatális melléfogásnak tartom. Tehát így is össze lehet állítani egy számítógépet, össze lehet kevésbé rosszabbul, és talán még ennél is rosszabbul. Találkoztam már nagyon sok dologgal. Na és amit én erre az elgondolásra javasolnék, az nem más, mint egy 264-65 ezer forintos összeállítás jelen árak szerint ugyanabból a webáruházból. Lényegében merőben más dolgokat néztem ki, más elgondolás alapján. Gépházat hagytam, nem tűnt egy rossz gépháznak végülis, amit kiválasztott elég jó árban, ugye átlátszó oldallappal adják. A játék teljesítményt tekintve belekerült egy GTX 1060-as kártya, MSI kivételben most az volt jó áron, jó hűtéssel. Lényegében a GTX 1050 Ti is erősebb, mint a RX 564 GB. Az a kártya valahol az 1050 és 1050 Ti közé csúszik teljesítmény ügyileg. A GTX 1060 legalább egy 30-35 FPS-ről tuti, hogy megveri átlagban. Kivettük a listából a Black Vinyót, helyette egy VD Blue-t tettünk bele, játék teljesítményben nem fog beleszólni lényegében. Tudjuk, hogy SSD-ről sem megy gyorsabban a játék, tehát nem lesz nagyobb FPS számunk, tehát bármilyen HDD-t teszünk bele egy 7200-es 64 MB-os VD Blue helyett, az egyszerűen szóval nem fog nekünk plusz teljesítményt produkálni. Tápegységnek egy FSP Hydro 80 plusz bronzot választottam, elég jó árba van, picit olcsóbb, mint a Chieftec. RAM-ból visszavettem, tehát 1x8 GB-os modult választottunk, oké, könnyen tudjuk bővíteni később 16-ra. Jobb árba van, hűtőborda nélkül ez a modell. Úgy gondolom, hogy hűtőbordára
8000 forintot ne áldozzunk, ha nem muszáj. Ráadásul volt hova menni a pénznek így is. Egy Intel Core i7 7700-as processzor került bele, ami kb. Tud annyit játékok alatt, mint a 8600K. Hozzá kell venni egy 8-szálas processzor, tehát összességében erősebb nála, mint a Simplan 6 fizikai magas processzor. És ehhez egy nagyon jó árérték arányú alaplapot tudtunk választani 20.000 forintért, a B250MDS3H-t. Lényegében így spóroltunk bőségesen, tehát olyan 24.000 forintot. Nem tűnik olyan nagy spórolásnak, viszont a teljesítményben nyertünk legalább egy 40 FPS-t átlagban, hogyha azt nézzük, mennyivel jobb komponensek kerültek bele így a számítógépbe. Tehát ott van egy játék, ami, mit tudom én, futna 45-50 FPS-sel, lehet, hogy így megmegy, vagy 89 FPS-sel, tehát egy sokkal komolyabb gamer PC-t ki tudtunk hozni, és az árcímke sem vészes. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!